3 millió lakosú albán köztársaság a Balkán-félszigeten fekszik 29 ezer négyzetkilométeren. 70% a hegyvidék, a karsztos mészkő albán Alpok, ahol 45 csúcs emelkedik 2000 méter fölé. A maradék 30% pedig az ország egész hosszában elnyúló 20-50 kilométeres szélességű tengerparti síkság. Számos folyója van, de ezek közül csak egy hajózható, a Buna. Fönt a hegyvidéken tengerszemekben gyönyörködhetünk, az ország északi részén pedig a Balkán-félsziget legnagyobb tava, a Shkodra-tó található. Éghajlata a magas hegyvidéken kontinentális, a tengerparton mediterrán. Albánia mai lakóinak föltételezett ősei az illírek, akik a bronzkor végén telepedtek le a Balkán-félsziget nyugati vidékein. A görögök kolóniákat létesítettek, a második századtól aztán római provincia lett az ország. Tartoztak Bizánchoz, bolgár fejedelemséghez, Velencei köztársasághoz, míg 1501-től több mint 400 éven keresztül az oszmán birodalom uralja a területet. Aztán bekövetkezik az albán történelem egyik legsötétebb korszaka, amikor is 1944-től 1991-ig egy paranoiás, beteg ember, Enver Hoxha uralkodik. A 3 millió lakosból 1 millió katona volt. A nemzeti jövedelem 80%-át fegyverkezésre fordították, és mintegy 800 ezer bunkert építetett az egyszemélyestől a több ezer férőhelyesig. 1991-ben ezt a borzalmat váltotta föl a mai több pártrendszeren alapuló demokratikus köztársaság, ahol a fejlődés egyszerűen bámulatos. Első úti célunk Kruja, a 25 ezer lelkes mezőváros, amely Tiranától mintegy 30 kilométerre a Kruja-hegy lábánál fekszik. A város nemzeti hőse a törökverő Szkander Bég, aki ott hagyja a szultán seregét és átáll Hunyadi Jánoshoz. Bajtárságuk, barátságuk életre szól, ezért a mai albánok is Hunyadi János nevét nagyon is ismerik és nagyon is tisztelik. Az első erődítményt még az illírek építik az időszámításunk előtt. Majd aztán a 15. században Szkander Bég felújítja, illetve kibővíti a várat. 1450-ben ezt a várat tudja megvédeni a 150 ezres oszmán sereg ellen. Ami a vár alatt húzódó bazárban az albán kézműves remekekből nem található meg, azt nem is érdemes már megvenni. Tiranától 100 kilométerre északnyugatra vagyunk a montenegrói határnál, Shkodránál. Időszámításunk előtt még az illírek építettek itt egy erődítményt és annak tövében városkát. Ma 135 ezeren lakják, Albánia 5. legnagyobb városa. Kulturális, gazdasági központ, egyeteme van és érseki székhely. Az esküvői videó a legmodernebb technikával készül. A Rozafa nevű várból, egyébként itt is, mint a Kömves Kelemen balladában, az egyik kömves feleségét be kellett falazni, hogy lenomoljék, tehát innen a várból páratlan a kilátás. Három folyó találkozik, a Kír és a Drin összefolynak, majd aztán ezek beletorkollanak a Shkodra-tóból eredő Bunába, amely aztán 40 kilométer után az Adriai-tengerbe ömlik. És íme a környék névadója, a 370 négyzetkilométeres hatalmas Shkodra-tó, melynek fele ide, másik fele pedig a szomszédos Montenegróhoz tartozik. A belvárosban néha az az érzése az embernek, mintha egy magyar kisváros sétáló utcáján nézelődne. Nem véletlen, hiszen egy darabig a város
a monarchiához is tartozott. Az Adriai tengerpartján található 120 ezer lakosú Gyules, Tirana kikötő és fürdővárosa. Krisztus előtt 627-ben alapítják korinthoszi telepesek. Napjainkban közel 1 millió turista jön ide nyaralni a világ minden részéről. Csütörtöki nagy piac a Berát járásban. Egyébként a piacnak a kommunista diktatúra idején volt igazán nagy szerepe, ugyanis a falusiak nem tehették be a lábokat a városba, és így a városlakók, illetve a falusiak itt a piacokon tudtak találkozni. Berát, Albánia egyik legősibb település. Az illírek által már korábban is lakott erődített település, Makedónia királya alapította időszámítás előtt 314-ben. A várnegyedet az évszázadok során természetesen sokszor átépítették, de ma is lakják, mint egy élő skansen. 800-an élnek itt. A várnegyedben egykoron a 30-at is meghaladta a görög-keleti templomok száma. Ma mintegy 10 maradt fent eredeti formában. Ezek közül is leglátványosabb a háromhajós, több mint 200 éves Mária mennybe menetele kis székesegyház. Gyülekezeti termében megőrizték a szentérekeztőt és annak ikonosztázát, valamint a mívesen faragott szószéket. Mintegy 200 méter kapaszkodó után a Felsővárban vagyunk, ahol csapatunk kicsit döcögősen áll össze a fotózkodásra. Az Osum folyó völgyében fekvő város 1990-ben ünnepelte fennállásának 2400 éves évfordulóját. Azóta folyamatosan lakják. 40 ezer fős lakosságával Albánia 9. legnagyobb városa. A 14. század óta az ország egyik fontos mezőgazdasági központja. Főbevételi források a füge, oliva, kisebb mértékben a cseresznye termesztés, illetve mezőgazdasági termékek földolgozás. Országszerte keresettek az itt előállított húskészítmények, a méz és legvár. Az utóbbi években a Mangalem negyednek köszönhetően rohamosan fejlődik az idegenforgalom. A negyed kedves, egyedülálló látványa miatt 2008-ban méltán lett a világörökség része. És itt található az aglegények mecsetje is. Tovább haladva délfelé egy kis rövid kitérő Apollóniába, az egykori görög kereskedővárosba. A római időkben Apollón isten egyik kultuszhelye, meditációs, kulturális központ volt. Fénykorának egy földrengés vetett véget, az ókor végére szinte teljesen elnéptelenedett. Nagyon sok étterembe megfordultam már a világon, de ilyenben útmenti fogadó a vízeséshez. Lejöttünk egészen délre, a Jón tenger partjánál található Saranda, ez a 20 ezer lelkes üdülővároska. Szembe velünk Korfu szigete, olyan közel van, hogy akár egy vacsorára vagy egy esti programra is érdemes motorcsónakkal átugrani. Már szó esett az ország fejlődéséről. Itt is több kilométer hosszan sorjáznak az utóbbi években épült tengerparti szállodák. És ami irigylésre méltó, a tulajdonosok, az építtetők legtöbbje albán. Hogy aztán ez a pénz honnan származik? Olajcsempészetből vagy fegyverkereskedelemből? Nos, ezt jobb, ha nem firtattuk.
30 kilométerre Sarandától a Kékszem nevű, nagyon népszerű kirándulóhely található. 500 méter sugarú körben mintegy 20 forrás tör a felszínre. Közöttük Szíria bajnok. A 11-12 Celsius fokos kristálytiszta víz olyan erővel tör föl, hogy mintegy 10-12 centivel megemeli a forrás fölött a tó felszínét. A 25 ezer lelkes Gyirokastra szintén Albánia déli részén található kisváros. Szűk, kanyargós, macskaköves utcákkal átsző tóvárosa 2005 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, mint a szépen megőrzött oszmánkori városok egyik ritka példánya. A vár a 12. században épül a bizánci birodalom idején. Az erőd körül a későbbi századokban kialakuló település idővel jelentős gazdasági központtá vált. A II. Világháború utáni kommunista érában Enver Hodzsa múzeumvárossá nyilvánította a szülővárosát. A szülőházaként számon tartott emeletes kőépület a személye körül kialakult kultusz egyik fő zarándokhelye volt. Hogy mennyire gyűlölték az albánok ezt az embert, mi sem mutatja jobban, mint hogy 1997. decemberében ezt a múzeumot felrobbantották. És visszatértünk Tiranába a fővárosba. Búcsúvacsorán köszönünk el ettől a nagymúltú, látnivalóban sem szűkölködő, kedves országtól. Alkalommal ennyit tudott megörökíteni a kamera. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.